Újabb nagy sikerű rendezvényt, egy egész napos egészségnapot tudhat maga mögött az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület. Október 27-i rendezvények után beszélgettünk a civil szervezet vezetőjével, Kaposi Józsefnével. Nagyon nehéz ezt lemérni, de én úgy vettem észre, hogy a mai egészségnapon a szokottnál is többen voltak. Mitől függ egyáltalán a látogatószám? Hát nagyon sok minden befolyásolja, szerintem is többen voltak a megszokottnál, de az időjárás is befolyásolja, hogyha rossz idő van, lényegesen kevesebben jönnek. A másik az, hogy aminek én inkább tulajdonítom ezt a nagyszámú részvételt, hogy a vizsgálatok száma bővült, tehát több szűrővizsgálatot végeztünk, mint eddig. Konkrétan milyen szűrővizsgálatokról beszélünk, amik most újak, illetve nyilván a megszokottak azok voltak továbbra is. Igen, voltak a megszokott vizsgálatok, de most új volt a hőkamerás vizsgálat és a hormon vizsgálat. Ismét itt volt a kranioszakrális terápia. Úgyhogy ezek a vizsgálatok általában természetgyógyászati központokban érhetők el, és elég drága vizsgálatok. Ezt itt mi helyben a látogatók számára ingyenesen tudtuk biztosítani. Amit láthattunk, hogy ismét itt volt az EFI, illetve az EFI munkatársai, nyilván, hogy ez is hozzáad a látogatószámhoz, és úgy veszem észre, hogy most már nem csak a felnőttek, idősebb korúak jönnek, hanem vannak fiatalok is. Igen, nagyon örülök neki, hogy voltak fiatalok is, hát általában az egészségnapok ezért vannak szombaton, mert aki dolgozni jár, jobban el tud jönni. Szombat délelőtt szabaddá tudja tenni magát. A múltkor kaptam egy érdekes kérdést, hogy az egészséges életmód átlag élet, a tagság életkora körülbelül mennyi? Hát 50 fölött van, tehát azt lehet mondani, hogy az idősebbek vannak többen a tagok közül, de én azt mondtam, hogy mi az idősebbek, akik már megengedhetjük magunknak, hogy szabadidőnkben szervezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, mi a fiatalokért dolgozunk, hogy ők részt vehessenek ezeken a napokon, és nagyon örülök neki, hogy ez az elképzelésünk ez valóra is vált, mert mint ahogy önök is látták, elég sok fiatal volt most. A szűrővizsgálatokról már beszéltünk, és volt egy másik nagyon fontos pontja a mai napnak, a legszebb konyhakerteket is díjazták. Mit lehet erről tudni? Igen, a legszebb konyhakertek pályázatnak az eredmény hirdetése most volt. Ebben az évben 10 jelentkeztek a kiskertesek közül, ez egy országos pályázat, a Karcagi Önkormányzat indította el a Mezőgazdasági Minisztérium támogatásával. Mi a 4. éve, hogy ebbe csatlakoztunk, és nagyon szép konyhakerteket látogattunk végig, és nagyon-nagyon nehéz volt dönteni, hogy ki legyen az első 3 helyezett, és kiadtunk egy külön díjat is a szenior pályázónknak, aki 84 éves, és egy gyönyörű szép konyhakertet tud felmutatni. A nehéz döntés után a szakavatott zsűri Pámer Jánosné, Zeilinger János és Hunics Istvánné kertjeit hirdette győztesnek, míg Vagácz József Józsi bácsi külön díjat vehetett át különleges kertjéért. Köszönöm szépen, erre nem is számítottam, azt hittem az utolsó leszek. Utolsó, de nem utolsó sorban. Nagyon köszönöm. Olyan gyümölcsöket láttunk a Rózsika kertjében, nem tudom hányféle szőlőd van. Hát, nem tudom hány fajta szőlőd van, de mind nemes, és régi fajták is vannak, és olyan ritkák, amiket én életemben nem láttam. Hát ehhez mi segítséget kaptunk a pályázattól, mert mint ahogy mondtam, ez egy országos pályázat, és ennek van egy jelentkezési lapja és egy értékelési szempontrendszere. Ezt kellett nekünk kitölteni, a kiskertekbe felvenni ezeket az adatokat, nagyon sok mindenre kiterjedő kérdések voltak, és ezt kellett nekünk pontozni. A zsűrinek ez volt a feladata, hogy ezekre a szempontokra kiadja a megfelelő pontszámot. Hát a számok alapján derült ki, hogy ki az, aki a legnagyobb értékelési pontszámot kapta, ő lett a nyertes. Nyilván fontos lenne, hogy minél többen vegyenek ebben részt ezen a pályázaton, minél többen induljanak, na de nem túl magas a mérce? Nem magas a mérce, mert tulajdonképpen azt nézzük, hogy az illető mondjuk egy 3 ágyást is ápolhat nagyon szépen, tehát ott is gazdálkodhat kiválóan. Egy nagyobb kertet is lehet szépen művelni, és ezért van a pályázatban különböző kategória megállapítva a négyzetméter alapján, a kertek négyzetmétere alapján, de most Ercsiben a jelenlegi pályázók mind az 50 négyzetméter felettibe tartoztak, tehát egy kategóriánk volt. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, kérdés, hogy jövőre folytatódik-e? Hát én nagyon szeretném, mert hogyha ugyanilyen lelkesek a pályázók, mint 4 év alatt egyhuzamba, akkor bízom benne, hogy folytatni fogjuk.
Az Életmód Egyesület ebben az évben már hasonló nagyszabású rendezvénnyel nem készül, de jövőre tavasszal újra találkozhatunk majd ezekkel az egyre népszerűbb szűrésekkel. Természetesen a rendezvény ismét a művelődési házban zajlik majd.